Tisztelt Országgyűlés, normál időkeretben történő felszólások következnek. Megadom a szót Ferenc Orsolya képviselőasszonynak, Fidesz képviselőcsoport. Köszönöm szépen a szót. Egyfelől valahol nagyon örülök annak, hogy közös városrészünk, Józsefváros ilyen hangsúlyosan fókuszba kerül. Másfelől egy picit annyiból elszomorít, mert azt látom megint, hogy a tények helyett egy politikai áttematizálás zajlik. Józsefváros fejlődése az elmúlt évtizedben, 2010 és 2019 között legalábbis, sőt 2006-7-8-9-es években is már, amikor a Fidesz-KDNP már a testületben erősebben ki tudta fejezni a fejlődés elképzelései mentén a hangját, nagyon komolyan és jelentősen lépett előre. Ez bizonyára Jámbor András képviselőtársam is megerősítheti, és Csárdi Antal képviselőtársam is megerősítheti, hogy óriási értéknövekedés jelentett a kerület egészére nézve, hogy megújultak a közterületek, az összes park 2019-ig csak a Golgota tér több hektáros területére, ha gondolunk, hogy milyen hatalmas előrelépés volt ez. És a Diószegi utcában pedig folyamatosan, amikor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi projekt elindult, folyamatosan napirenden volt, hogy az ott lévő házaknak a részben felújításával, részben, ahol az építészeti szakvélemények szerint nem lehetséges ott a bontással és új épületek építésével, de egy rehabilitációnak kell következnie, amire a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztési projektjében folyamatosan benne volt. Szeretném emlékeztetni akár Jámbor András képviselőtársamat is arra, hogy amikor az Orci Park megújulása zajlott, akkor olyan szintű, sokszor jelzőkkel nehezen is illethető szélsőséges aktivista megnyilvánulásokkal kísérték, akkor például az LMP is ebben nagyon hangos zászlóvivő volt, az Orci Park felújítását, hogy ez valami elképesztő, ott az égvilágon mindent kitaláltak, minden egyes fa, amit a kertészeti szakvélemények alapján kivágásra ítéltek, az külön minden egyes fánál jóformán már aktivisták láncolták oda magukat. Az egyébként a hajdani búzgarázs területén, ahol több méter mélységig teljes talajcserére volt szükség, olyan szinten elszennyeződött az évtizedek alatt, és itt ott is szinte lehetetlen volt haladni. És most, amikor megnézik az Orci Parkot, akkor azt látják, hogy mind az ott élők, mind a lakók, mind az egyetemisták, az egész egyetemi kampusz, és tulajdonképpen az egész város számára egy igazi ékkővé vált az Orci Park. Na most mi a helyzet a Diószegi utcával? Az a helyzet, hogy ezekben a házakban valóban olyan lakók élnek, akik már nagyon-nagyon régóta, sokszor, amikor velem is, amikor beszélgetnek, kifejezetten reménykedve kérdezték, hogy mikor következik végre az ő utcájuknál a rehabilitációs program, mikor történik meg az a fajta felújítási ütemterv és az ő esetleges jobb ingatlanokba történő elköltöztetése, amire olyan régóta vártak. Köszönöm szépen. Na most ehhez képest most, amikor egyébként Pikó Andrásékkal, az önkormányzattal zajlottak a tárgyalások, és szeretném jelezni, hogy ez az úgynevezett Dió 2030, amit most ilyen nagyon hangosan hirdett a polgármester úr, ez egy ilyen új keletű elképzelés, de 2019 óta Pika Andrásék vezetik ezt a kerületet. Úgy kerültek hatalomra, hogy azt mondták, azt állították, hogy 1100 lakás van üresen, amiben a kőszívű Fidesz vezette önkormányzat szándékosan nem akarta beköltöztetni a lakókat, holott most azt látjuk, hogy a legnagyobb problémájuk az, hogy ilyen nincs. Ezzel szemben pont a Józsefvárosi önkormányzat honlapján van fönt az, hogy azt tervezik, hogy mindenképpen elköltöztetik innét a lakókat. A Diószegi utca 18-nál a kapcsolatfelvétel a lakókkal 24 második fele, Diószegi 20-24 első fele, Diószegi 22-26 első fele, Diószegi 24-28, 24 év második fele, és gyakorlatilag ide írják le, hogy felveszik velük a kapcsolatot, és néhány hónapon, másfél éven belül akár őket el akarják onnan költöztetni. Tehát most úgy tesznek, minthogyha egyébként itt bárkit az utcára akart volna tenni, a kormányzat nagyon világos koncepciót tett le az asztalra. Ténylegesen én is azt tudom csatlakozva államtitkár úrhoz kérni, hogy legyenek kedvesek ténylegesen elolvasni ezt a törvénytervezetet. Egy dologban biztosak lehetnek az ott élők, hogy
nagyon jól fognak azzal járni, hogyha a magyar kormány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem segítségével jutnak új lakásokhoz és új életlehetőséghez, és nem bízzák magukat Pikó Andrásékra, akik az ígérgetésen kívül semmit nem csináltak, akik a saját maguk által ígért lakásfelújításokat sem tudták végrehajtani, akiknél semmi más nem látunk, mint terveket, és azt, hogy a most már 45 milliárd körüli főszegű józsefvárosi költségvetésből nem voltak képesek áldozni semmit a saját maguk által megígért különféle rehabilitációs programokra, hanem most tervezgetnek arról, hogy majd egyszer mi fog ott történni. Mi a probléma azzal, hogyha ezek az emberek élhető környezetbe költöznek, az egyetem pedig bővülni tud? Szeretném megkérdezni, hogy mitől érzik úgy, hogyha itt a magyar kormány a garanciáival, egy egyetemi kampuszprojekt bővítésével előre tudunk lépni, akkor az egy tragédia, de hogyha arra várnak ezek az emberek, hogy majd egyszer Pikó András, aki úgy töltött el egy ciklus, hogy nem csinált értük semmit, nem tett értük semmit, még gyakorlatilag egy házfalat nem festett ki a Diószegi utcában, majd egyszer lehet, hogy majd valamikor, ha egyáltalán június 9-ig után még hatalomban marad, és egyáltalán még számon kérhető lesz, akkor majd valamit fog értük tenni. Eddig nem tett, most majd miért tenne? Tehát szeretném azt kérni, hogy most az egyszer végre. Tehát annyi rossz példa van előttünk, például az Orci Parkot azért hoztam fel, mert az egy tipikusan ilyen példa volt, ahol tényleg nem akarok neveket emlegetni, hogy ki mindenki volt akkor az akkori képviselőtestületben, aki valami leírhatatlan vehemenciával állította azt, hogy a világ legborzalmasabb dolga és faírtás és természetgyilkolás történik az Orci Parkban, és most oda járnak futni, oda járnak sportolni, oda járnak úszni, oda járnak pihenni, nem csak a lakók, de az egész kerület, sőt az egész környező lakosság is az egyetemistákon kívül. Ha most az egyszer el tudnánk oda jutni, hogy valamiről érdemben vitatkozzunk, és érdemben előre haladjunk jobbító szándékkal, és ne politikai aktivizmusnak esel megint áldozatul egy téma, az nagyon sokat segítene. Segítene az ott élőknek is, segítene az egyetemnek is, és hiszem, hogy segítene egész Budapestnek. Én erre kérem a képviselőtársaimat, Csárvi Antalt is, erre kérem, már most azt hiszem, éppen kiment, erre kérem Jánbor Andrást is, hogy együtt, és próbáljuk meg közösen az ott lakók érdekében ezt az ügyet a szakmaiság mentén végig beszélni. És ne vigyük el a politikai aktivizmusba. Ezek üres lózungok. Pikó Andrásnak volt rá 4,5 éve, hogy tegyen ezekért az emberekért. Semmit nem tett, a semminél is kevesebbet tett, mert még ijeszgeti is őket. Feleslegesen és hazug módon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselőasszony, Párta Szép képviselőcsoport. Köszönöm szépen a szót. Én nagyon örülök neki, hogy Ferenc Orsoly a képviselőasszony itt van, bár ugye személyesen nem ismerjük egymást, de minden esetre egy üde színfoltot jelent ebben a ma esti vitában, mert hogy tényleg, hogy mondjam, kifejezetten motivált hozzászólásai vannak, tehát látszik, hogy komolyan érdekli a téma, és komolyan veszi, szóval ez abszolút nagyon örülök neki. Köszönöm szépen, és tényleg röviden, de hadd reflektáljak. Itt én azt gondolom, hogy nem a lakóknak a sorsának a jobbításán, tehát nem amiatt vagyunk mi most itt vitában, mert hogy ne akarná mindkét oldal egyformán az, hogy a lakók sorsa jobb legyen. De azon igenis érdemes vitatkozni, hogy mi történt ott 2019 óta, mi történt Józsefvárosban. És amikor a Pikó András vezette önkormányzatnak az összes teljesítményét, azt össze-vissza elhelyezgetett, majd álcahálókkal letakart toj-toj-vécék, meg rovarhotelekben lehet mérni, meg egészen elképesztő, kutya a piszóárban, bocsánat, elnézést kérek, Tordai képviselőre, hadd fejezem be, 2 perc, azt hiszem el lehet viselni, még 1 percig tart a hozzászásom. Kutya a piszóár az Aurora utcában, ilyen komolytalan marhaságokkal szórakoztatták az ott élőket. Miért nem foglalkoztak 2019 óta a Diószegi utcában lakókkal, ugyanis ez a program, az NKF fejlesztése, ez már 2018-ban az asztalon volt, sőt már a 2010-es években végig. Én kicsi nyugalomra inteném Tordai képviselőre, tényleg egy pillanatig várjon, és hát, hogyha van valami olyan, amihez még hozzá tud majd szólni. Tehát az a helyzet, hogy
évek álltak a rendelkezésére Piko Andrásséknak, és most, amikor a kormányzat azért szeretné ezt az ügyet felgyorsítani, hogy mind a lakók számára megtaláljuk a lehető leggyorsabb és legjobb olyan megoldást, ami az életüket ténylegesen jobbítja, mind az egyetem fejlődését előrébb lehessen vinni, akkor hirtelen azt hallgatjuk, hogy minek még ezzel, várjunk még tovább, még húzzuk az időt, mire kellene még várni. A Piko András vezette önkormányzat le akart bontani házakat, és az ott élő, az általuk tervezett lakásokat, el is mondták, nem a most ott élőket szeretnék oda-vissza költöztetni, azokba a szép lakásokba, azokat ők el akarják majd adni. Tehát ha az ő terveik valósulnának meg, akkor egészen más történne. Mi pedig azt szeretnénk, hogy az egyetem is fejlődjön, és a lakók is élhető környezetbe kerüljenek. Köszönöm.